vendezünk ékságot, ajándékot hozunk a kis Jézusnak. Nem? Azért van oly fényesség a várunk. Menjen az Istennek dicsőség, menjen az Istennek az angyali seregek, vigan így énekelnek dicsőség. Szeretettel köszöntök mindenkit advent 4. vasárnapján. Szeretném felkérni városunk polgármesterét, dr. Tóth Lajos urat, hogy egy pár gondolattal nyissa meg megemlékezésünket. Jó estét kívánok mindenkinek! A Hősök teréről jövök, ahol pár perccel ezelőtt vettem át a betlehemi lángot, amit elhoztam mindannyiunknak. Tegnap érkezett meg Bécsből, és mai nap hozták el a Gráciát Budapestről. Ezzel a lánggal fogjuk meggyújtani az utolsó, a 4. gyertyánkat, Zajac Ervin Esperes úr, és ezt a lángot az otthonokba is el lehet vinni, ha úgy gondolják, meg lehet majd erről gyújtani a végén a gyertyákat, hazamenetel előtt. Köszönöm szépen, és akkor felkérem Esperes urat. Istennel töltöttünk most, akkor az év végén ezt a pár napot próbáljuk úgy élni, hogy a mennyeért és kedvét legyen az életünkben. Ehhez pedig azt kérem mindannyiunktól, hogy törekedjünk arra, hogy szeretetben, békességben teljenek el ezek a percek, ezek az órák, amik elválasztanak bennünket Jézus földeszületésétől. Advent 4. vasárnapján egy újabb szereplőt állít elénk az Anya Szent Egyház. Ugye Keresztelő Jánossal kezdtük. Keresztelő Jánossal, aki elbizonytalanodott a börtönben, hogy valóban az-e a messiás, akit ő gondol. Te
Te vagy-e az, akit vártunk, vagy várjunk még tovább? Ószövetséggel figyelmezteti, illetve agyatutul Jánosnak Jézus, hogy ő a kiválasztott, vakok látnak, sántát járnak, szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Aztán másik nagy alakja az adventi várakozásnak, Mária. Mária, aki igent mond az Isten akaratára, akit az angyal is igazol, hisz azt mondja, hogy üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes. De utána igazolja őt Erzsébet, rokona, amikor azt mondja, hogy hogyan lehetséges az, hogy az én uram anyja eljöjjön hozzám. És mai vasárnap, advent negyedik vasárnapján elénk áll talán az a személy, akit maga az Isten igazol, Szent József. Elénk áll József, és azt halljuk róla, ő igaz ember volt. Nagyon érdekes az ő alakja, hiszen egyetlen egy szavát nem jegyezte föl a Szentírás. Egyetlen egy szavát nem ismerjük. Mégis előttünk áll Szent József, mint olyan valaki, aki nagy-nagy szeretettel, szerelemmel gondol Máriára. Olyan nagy szerelemmel, hogy még a saját igazánál is többre értékeli ezt a szerelmet, és amikor elbizonytalanodik, az angyal az, aki álmában azt mondja, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, hiszen benne fogant élet a lélektől, a Szent Lélektől van. És József magához veszi. Magához veszi Máriát, ahelyett, hogy ragaszkodnék a saját igazához. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy legyen a törvény akarata meg. Magához veszi Máriát, mert olyan nagy a szerelem benne. És elindulnak ketten arra az útra, amelyet a császár parancsa szerint meg kell tenniük. És így fognak eljutni Betlehembe, ahol valóra válik a csoda. Ahol csókot vált az ég és a föld. Ahol az ég leereszkedik a földre. Na nem azért, hogy az ég földivé váljék, hanem azért, hogy a földet fölemelje. A mi életünkben is, és a megváltó életében is legalább négy dolog az, ami meghatározza a mi egyéniségünket és személyiségünket. Öröklött tulajdonság, a környezet hatása, a tevékeny önnevelés és a kegyelem. Mit örökölt ez a kisded Jézus, aki értünk ember élet? Az Istentől a szentséget, az embertől a gyarlóságot, a földhöz ragadtságot, a küzdelmet, és kihozta belőle azt, amire az Isten meghívta, és azt akarja kihozni belőlünk is, amire mindannyiunkat meghívott, a szentséget. Mi is örököltünk szüleinktől, nagyszüleinktől különböző tulajdonságokat. Majd környezetünk meghatározó lesz a családban, óvodában, iskolában, munkahelyen, községben vagy városban, egyházközségben. És mi is felelősek vagyunk, hogy hogyan alakítjuk, milyen légkör uralkodik körülöttünk, mert feladatul kaptuk, hogy Krisztus sugározzuk. A tevékeny önnevelés. Nem vagyunk befejezve. Sem a csecsemő, sem az idős ember. Hanem érnie kell, mégpedig az emberi kiteljesedés szerint úgy, hogy hozzuk ki magunkból a legtöbbet. Emberileg, lelkileg, szellemileg, fizikailag, mindenképpen. És ha belegondolunk a karácsony történetében is, végig kifejeződik ez a kettőség. Hiszen ott van az angyalok jelenése, amik tudtul adják Máriának, Erzsébetnek, az örömhír Zakariásnak. Aztán itt van a mennyei fényesség, ott van, amikor megjelenik a csillag az égen, mely vezeti a bölcseket majd a kis Jézushoz. És ott van a nagy mélység. Ott van az, hogy nincsen hely a család számára, hogy bár áldott állapotban van az a kismama a földi hatalmasság parancsának, akkor is kötelesség eleget tenni, indulni kell, és aztán, amikor megérkeznek, minden szállás foglalt, és csak egy istáló marad, jászolbölcső fogja magában ringatni
az egeknek királyát. Kedves testvéreim, karácsonykor az ég és a föld összeért. Ott voltak ebben a történésben a pásztorok, ott voltak a számkivetettek, szegények. Itt látjuk magunk előtt ezt a kettősséget. És mégis micsoda csodálatos harmónia születik ebből. Milyen csodálatos ez a történet. És olyan csodálatos lenne, hogyha a mi életünkben is ez a karácsony úgy telhetne el, hogy észreveszünk benne a harmóniát. De ez csak úgy lehetséges, ha egyszerre figyelünk Istenre, és egyszerre figyelünk az embertársra. Hogyha meghalljuk az angyalok énekéből, hogy mit is jelent az, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Én azt kívánom minden felső zsolcai testvéremnek is, ezzel kívánok áldott ünnepet mindannyiunknak, hogy érezzük meg ebben az ünnepségben, a karácsonynak, ebben az ünnepben, a karácsonynak ezt a csodálatos harmóniáját, amit Isten írt a számunkra. Mert Jézus Krisztusnak a személye is erről szól, hogy ő egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. Amen. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ? Körbenézes, látsz egy arcot, ami némán gond pihen. Reményt adhatsz bár mosolyjal, hogy a holnap más legyen. Jut még bárkinek e tiszta fényből egy cseppnyi láng, jó kedv könyv helyett, ha másod nincs is, add tovább. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben neved rám. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy virág? Körbenézes, látsz egy házat, ami némán gond pihen. Reményt adhatsz bár mosolyjal, hogy a holnap más legyen. Jut még bárkinek e tiszta fényből egy cseppnyi láng, jó kedv könyv helyett, ha másod nincs is, ha másod nincs is, csak add tovább. Soha nem volt még ilyen áldott ég, az Isten maga néz rá. Kicsi ászolyban úgy hív, úgy vár, ami aranyos Jézus rám. A boldogság míg napja ez, úgy vártunk erre rég. Szent békét hirdet a megváltó, akit mi nekünk küld az ég. Soha nem volt még ilyen áldott ég, nem gyúrt ki soha így fény. Ma a legszebb tűz, a legszebb nap, van aranyogó égi vény. Adventi homálytoszlató fényem. Az adventi idő a szórakozásnak, a vágynak, a reménységnek is az ideje. Megértés, értelmes idő, reményteljes jövő. Csend, fény, öröm. Ó, de kellenének! Oly nagy a homály! Szomorú a világ, pusztít az életünkság. Életünk sötétség is, fény is, zaj is, csend is, békétlenség és béke is. Ó, de nagyon nehéz közöttünk egyensúlyba maradni. Az adventi időszak az, amikor a legtöbb ember próbálkozik rendet tenni a lelkében, rendet tenni a környezetében. A homályból a fény felé fordulni, vagy legalábbis keresni a fényt. Az adventi koszorú, pislákoló gyertyái fényét. És felsír a sok, miért? Miért a szenvedés? Mi értelme van? Miért az élet, ha úgyis vége van? Miért vágyunk a boldogságra, ha soha nem érjük el?
Mennyi sok megválaszolatlan kérdés, mióta ember az ember. Szép!